Adat SCP-187. Objektumosztály biztonságos. Speciális izolációs eljárások. SCP-187 folyamatos megfigyelés alatt kell tartani egy orvosi személyzettel, aki antidepresszáns vagy szedációt alkalmaz, amennyiben szükséges. Orvosi eszközök használatával szükséges lekötözni az öncsonkítás elkerülése véget, továbbá egy ujjas védőkesztyűt kell hordani a saját személynek károsításának gátolása érdekében. Szemhéj terpesztő használata megengedett, ha SCP-187 nem hajlandó kinyitni a szemét jóvá hagyott kísérlet vagy körzet szemle közben. SCP-187 nem léphet kapcsolatba olyan D-osztályú személlyel, aki közeledik a ciklus a végéhez. Az etetést kanállal kell alkalmazni SCP-187-nél, enyhe mennyiségű antidepresszáns kell adagolni az összes táplálékába. Leírás. SCP-187 egy kaukázusi nő, 20-as éveinek az elején járó, 180 cm magas, 40 kg súlya rendelkezik, körülbelül 88 font tömeg. Jelenleg a súlyos alultápláltság hatásaiból épül fel. SCP-187 egyedi előrelátási képességgel rendelkezik, ami által mindkét fázisban lát egyidejűleg, amilyenek és amivé válnak. Nem képes elenyésző változásokat látni, csak olyat, ami később a normatíva. Példa. Egy kísérlet során 5 D-osztályú személyzetet mutattunk be neki, és megkértük őt, hogy mondja el, melyikük fogja megváltoztatni az öltözékét. Nem tudott választ adni, mivel a precedens nem elég drasztikus. Ugyanakkor, amikor szintén 5 D-osztályú személyzetet állítottunk el és megkérdeztük, kit fognak lelőni, akkor képes volt megjósolni, hogy ki lesz az. Bármikor és pontosan látta a sérülés helyét az adott személyen. SCP-187 nem képes előre látni a jövőben történő eseményeket vagy változásokat olyan dolgokról, amit nem lát, hanem képes a jövőbeli állapotát látni bárminek, amire éppen ránéz, ami néhány nem várt következményhez vezetett például. Egy szokványos felmérés során, amit az új ember per emberi SCP akvizíciók esetén végzünk, SCP-187 egy szabványos IQ-tesztet kapott. Amikor a végeredményt átnéztük, akkor kiderült, hogy a nőnek az IQ szintje meghaladja 300-at. A teszt határértékével azonos. Természetesen az eredmény alapján ő a legintelligensebb ember a bolygón. Ugyanakkor az ő intellektusa nem mutatkozott kiemelkedőnek a kezdeti interjúk során. A felmérés 4 alkalommal megismételtük, és minden esetben a lehetséges maximális értéket ért el minden kérdésre helyesen válaszolva. Amikor kikérdeztük az eredményeivel kapcsolatban, akkor elárulta, hogy nem tudta a helyes válaszokat egyik kérdése sem, azonban a tesztek összes válaszát már előre kitöltve látta. Amikor számítógéppel végezte az IQ-tesztet, ahol a beviteli eszköze nem befolyásolta a válasz a jövőbeli állapotát, egy billentyűzet mintsem egy toll vagy papír, akkor kiderült, hogy az IQ értéke 97, enyhén az átlag alatt. Minden kézzel írott tesztnél, amit SCP-187 elvégzett, a következő történt. Képes volt előre látni az összes választ az alapján, hogy ő maga mit fog kitölteni még akkor is, ha a teszt olyan idegen nyelven íródott, amit nem képes értelmezni. Ebben az esetben egy ontológiai paradoxonnal állunk szemben. Beáramlása a jövő információiból a jelenbe, ahol az információ, vagyis a helyes válaszok ismeretlenből fakadnak, és valószínűleg megismerhetetlenek. SCP-187 folyamatban lévő pszichológiai sérülésektől szenved, az ő anomáliáinak következtében például, amikor olyanok társaságában volt, akik közel voltak a halálhoz, ő egyidejűleg látta a többiek élő, egészséges mivoltját és a halott időnként bomladozó holttestüket attól függően, hogy mennyire távoli jövőben történő a haláluk. Ennek eredményeképp farmakológiai közreműködés szükséges az épel mélységének megtartásához. Mivel a hosszantartó alultápláltság hatással van SCP-187 egészségére, valamint figyelembe véve, hogy SCP-187 halála hatása lenne az alapítvány középtávú vészhelyzeti tervezetére, így SCP-187 bekötött szemmel való étkezésre szorul.
Az étkezések nem tarthatnak 15 percnél tovább, és olyan helyszínen kell történnie, ahol SCP-187 még előre nem látott bármi nemű szignifikáns változásokat. Megjegyzések és különböző hozzászólások SCP-187 által, amik proféciákká váltak. Doktor vállása. SCP-187. A gyűrűd. Doktor. A gyűrűm? SCP-187. Igen. Az esküvői gyűrűd. Doktor. Mi van vele? SCP-187. Nem hordod. Doktor. Hordom. Nézd csak, itt van. SCP-187. Nem fogod. Doktor. Férje másnap beadta a vállópert. Amikor visszatért a műszakjára, már nem hordta a jegygyűrűjét. 19 év házassággal a háta mögött, ami több, mint az életének a fele, emiatt jegygyűrűje hordása normális volt. Ebből kifolyólag, hogy nem hordta a gyűrűjét, elég abnormitás ahhoz, hogy SCP-187 észrevegye. Az alábbi D-osztályú személyzet halálai. D kötőjel 16124. SCP-187. Miért ennyire duzza? D 16124 később egy légüres térnek volt kitéve, miután SCP-120-on keresztül küldték annak érdekében, hogy tárcsázzák a következő célállomáshoz. D 16198. SCP-187. Ő aranyos. Kikérdező. Kicsoda? A cellán kívül álló férfi? SCP-187? Igen. Hogy hívják? Kikérdező. Nem tudom. Figyelj csak! Igen, te ott! D 16198 megfordult és szembenézett velük, ekkor SCP-187 lélegzetel állt és könnyre fakadt, majd sikított. Meg fog halni! Kikérdező. Meghal? Honnan tudnád? SCP-187. Egy iszonyatos lyuk van a feje bal oldalán! D 16198 később lőfegyverrel likvidálásra került, miközben próbált megszökni a körzetből. Valószínűsíthető, hogy SCP-187 sikítás alatt elhangzott mondandója hatására kísérelte meg a szökést, utalva ezzel arra, hogy ő képes önbeteljesítő jóslatokat a gyakorlatban előidézni. D 16206. SCP-187. A lábai, hol a francba vannak a kibaszott lábai? D 16206-ot meggyilkolták, amikor SCP kiszökött a cellájából és ketté harapta, miközben próbált megszökni a körzetből. SCP menekülési kísérlete. Miközben a körzeten keresztül kísérték SCP-187-et, megállt SCP cellája előtt és figyelmesen bámulta. Dr. Klein. Mit nézel? SCP-187. Hogyan törtett ilyen nagy és kemény ajtót? Dr. Klein. Tessék? SCP-187. Az az ajtó majdnem egy láb vastag. Hogy a fenébe tudta megsemmisíteni? 17 órával később SCP-nek sikerült megszabadulni a lekötözöttségéből és valóban átszakította a cellájának ajtaját. Azonban Dr. Klein riasztotta a biztonságiakat SCP-187 állításai következtében, így egy felfegyverzett elhárító csoport készen állt és sikeresen megfékezték SCP lőfegyverrel. A költsége annak, hogy egy orvosi csapat mindig biztosítva legyen SCP-187 egészségügyileg megfelelő állapotban tartásához, nyilvánvalóan magas. Viszont a tény, hogy az anomáliája megakadályozta egy keter osztályú alany SCP menekülését, azt bizonyítja, hogy nem csak pusztán kísérleti alanyként lehet használható. Indítványozva lett, hogy helyezzük őt a valószínűsíthetőleg elpusztíthatatlan SCP közelébe, arra számítva, hogy elpusztítva vagy halva látja őket, és képes lesz elmagyarázni a halál megsemmisülés módját. A javaslat megvalósítása jelenleg folyamatban van. A potenciális, ideiglenes logisztikai kihívásokat gondosan meg kell fontolni. Megtudhat különböző módszereket megsemmisítésére, likvidálására, azért, mert látná őket.
Ez aggodalomra adott okot számos magasbeosztású személyzeti tag között. Kísérleti napló 187.1 tartalmazza a további tesztekről való információkat. Kutatási kísérletnapló 187.1. Kísérletnapló a következőről. Dr. Gears SCP-187 kiszolgáltatottságának tesztelése más SCP példányokkal. Dátum. Kísérlet 01. SCP-173. SCP-187 lankadatlan sikoltozást produkált 1 perc 38 másodpercig, mielőtt eszméletét vesztette és földre esett. SCP-187 fizikai közbeavatkozással eltávolításra került a helyszínről, és 48 óráig katatón állapotban ragadt. SCP-187 ezt követően visszanyerte öntudatát, de képtelen volt felidézni bármit is abból, amit átélt és több napon keresztül eknyesokban volt. Kísérlet 02. SCP-139. SCP-187 elmondása szerint számos csontöredéket látott körülötte, továbbá egy, amit még nem azonosítottak. SCP-187 rendkívül ingerült lett, kiabálva, hogy rohadtul képes látni engem! Ki jutott? Kurvára lát engem! Többször is, és le kellett kötözni, majd eltávolítani a helyszínről. Kísérlet 03. SCP-162. SCP-187 nem érzett vonzást SCP-162 felől, és megkérdezte, minek bámul egy halomnyi salakot. SCP-187 eltávolításra került a részlegről incidens nélkül. Kísérlet 04, SCP-529. SCP-187 ingerlékeny volt. Többször is kérdezte az alábbit. Ti szórakoztok velem! SCP-187 arról számolt be, hogy látott egy macskát és némileg magányosnak tűnt. SCP-187 továbbiakban dédelgette SCP-529-et, a kezét a hátsó fertáján mozgatva, mintha a farkát simogatná. A megfigyelés fokozását kérelmezték SCP-529-re. Kísérlet 05, SCP-003. SCP-187 alapvetően félénk volt, majd azt mondta Hello! SCP-003-nak. SCP-187 ezt követően beszélgetésbe elegyett SCP-003-mal, azonban nem hallott a személyzet egyetlen tagja sem beszédet vagy más hangkisugárzást SCP-003-tól. Amikor kikérdezték, SCP-187 úgy fogalmazott, hogy SCP-003 nagyon kedves és okos hölgy. A biztonság súlyosbítását és SCP-003 felülvizsgálását kérelmezték. Kísérlet 06, SCP-882. SCP-187 belépett az izolált területre és szemügyre vette SCP-882-t. SCP-187 pár lépéssel meghátrált és enyhe sokba került. SCP-187-et megkérdezték és így felelt. Jézusom! Ez hatalmas. Egyszerűen elképesztő. SCP-187 alább hagyott a válaszával, és mereven bámulta SCP-882-t pislogás nélkül 3 percig. SCP-187-et ki kellett vinni az izolált területről, és további kérdéseket tettünk fel. SCP-187 bódult állapotban a következőt válaszolta. Annyira, hogy is mondjam, bonyolult. Nagyon beteg az összes csonttal és vérrel, ami benne van. De olyan a belseje, mint egy óra. Egy 50 láb magas óra belseje. Eléggé pöpec. Még mielőtt SCP-187-et visszahelyezték volna az izolált területre, SCP-187 hirtelen a földre esett, fogva a fejét sikoltozva.
Néhány óra elteltével, ami alatt SCP-187 súlyosan szedált volt és szótlan, amikor pedig kérdezték, a következőt állította. Örlés, zúzás, nyikorgás. Ó, borzalmas hangja volt, ami folyamatosan ment. SCP-187 állítása szerint a hang megközelítőleg 3 óráig tartott, még mielőtt elájult tőle. SCP-882 körüli biztonsági eljárások súlyosbítását kérelmezték. Kísérlet 08, SCP-015. SCP-187 kiszolgáltatva lett SCP-015-nek a Zeta-9 csapat segítségével. SCP-187 csak egy kisebb eltérésről számolt be a szervezetről, mindaddig még ki nem nyitott egy ajtót, ami SCP-015 kívüli területre vezetett. SCP-187 mérföldekig kitartó csövekkel teli folyosóról számolt be. SCP-187 állítása szerint képtelen volt a folyosó túlsó végét látni, de úgy tűnt, hogy szertágazó több kisebb folyosóval. Zeta 9 csapat tagjai nem észleltek semmi szokatlant SCP-015 területén, az ajtó pedig a szabadban nyílt bármi nemű folyosó nélkül. Kísérlet 09, SCP-415. SCP-187 elkezdi SCP-415 megfigyelését és azonnal gondterhelté válik. SCP-187-en szinte azonnal kiütköztek a fizikai rosszulét jelei, és többször is kérte, hogy távolítsák el a megfigyelés alól. Kikérdezése során kiderült, hogy SCP-187 egy üres, rothadó, részlegesen már lebomlott holttestet látott. Javasolták SCP-415 biztonsági szintjének súlyosbítását. Kísérlet 10, SCP-455. SCP-187-et kivitték, hogy szemügyre vehesse SCP-455-öt. Egy kis Zodiac csónakról. SCP-187 mély levegőt vesz, majd megrázza a fejét és tekintetével elfordul. SCP-187 fizikai rákényszerítéssel folytatta SCP-455 megfigyelését. SCP-187 több artikulálatlan zajt követően többször is sikoltozásba kezd. SCP-187 megfigyelt egy nagy, dolog, mintha beteg lett volna. Daganatos, de az egész fém. Én képes voltam érezni. Nem élő. Soha nem is volt az, de az ellenkezőjét gondolja. Ez mégis mi a fene volt ez? SCP-455 felderítő csapattal való belső vizsgálatának folytatásának tervezete tárgyalás alatt. Kísérlet 11, SCP-343. SCP-187 belépett egy izolált területre SCP-343-mal. SCP-187 és SCP-343 beszélgetésben legyednek zavartalanul fél órán keresztül általános témákról. Lásd átirat 33A-R. SCP-187 azt állította, hogy SCP-343 nagyon szép, ugyanakkor magányos. Egy kislányhoz képest nagyon jól beszél. Hány éves? 6? Talán 7? SCP-343 kutatásának fokozása megfontolás alatt. Kísérlet 12, SCP-646. SCP-187 súlyosan rosszul lett SCP-646 megfigyelése közben. Felépülése után SCP-187 a következőkről számolt be. Óriás, lárva, izék, több száz volt belőlük, emberszerű testekkel és arcokkal. Volt nekik ilyen csápizék, mindegyik egymásba akadva, és mindegyik vonaglott, és Istenem, volt egy a közepe mellett. Nem volt puha, egyfajta burokkal rendelkezett. És az a kocsonyás fej szerintem párosodott.
SCP-646 biztonsági intézkedések súlyosbítását javasolták. Kísérlet 13. SCP-106. SCP-187 megfigyelési kísérleti 13 másodperc múlva megszakították. SCP-106 szökési incidense miatt. SCP-187 úgy tűnik megfigyelte, ahogy személyzet támadás vagy intenzív fizikai kínzás és csonkintás áldozata lett 2 perccel a támadás vagy elfogás előtt. SCP-106 látszólag kifejezetten SCP-187 megfigyelési kísérlethez rendelt személyzetet célozta meg. SCP-106 úgy tűnt nem akarta SCP-187-et bántani 3 különböző incidens során. Kikérdezés során SCP-187 a következőket mondta. Az a valami közönséget akar. Valakit, hogy figyeljen. Tetszik neki. SCP-187 nem volt hajlandó kifejteni az elhangzottakat. További kihallgatások folyamatban. Köszönjük szépen a figyelmet! Amennyiben szeretnétek minket támogatni, akár a csatornánkat, vagy a játékszervereinket, akkor erre a célra találtok a leírásban 2 linket, illetve van nálunk tagság is.